1980. szeptember 21-e. Kegyelem ki néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap epistolai szent igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részébe, a 14. verstől a 17. versig. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ezek lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amen. Kedves testvéreim! Mostanában egyre divatosabbá lesz egy szópár, amit gyakran hallunk emlegetni beszédben, vagy olvashatunk újságokban. Ez pedig a minimalizmus és a maximalizmus. Azt értik ez alatt, az idegen kifejezés alatt, hogy azt a gondolkodásmódot, magatartást, amikor a minimum is elég valakitől, vagy valamilyen teljesítményben. Ez a minimalizmus. A maximalizmus pedig azt a törekvést jelenti, amikor a legtöbbet, a legmagasabb teljesítményt várjuk el magunktól, vagy másoktól valamilyen cselekvésben. Gyakran kárhoztatják a minimalizmust, amikor megelégszünk kevéssel, de gyakran panaszkodnak a maximalizmus miatt is, amelyik egy olyan megfeszített magatartást, teherbírást, teljesítő képességet kíván meg, ami alig-alig teljesíthető. A keresztény szemléletünkben azt hiszem, hogy sokkal inkább a minimalizmus dívik. Ha valahol, akkor éppen itt a lelki élet, a hit területén vagyunk úgy, hogy megelégszünk a legkevesebbel is. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki magáról azt akarja mondani, hogy ő is kereszténynek számító ember, akkor esetleg úgy jellemzi ezt a magatartását, nem loptam, nem gyilkoltam, ugyan kinek lehet ellenem kifogása. Tehát csak negatívumokra hivatkozik, még ezekben is durva, kiáltó bűnökre, amiket nem cselekedett, de hallgat a pozitívumokról, azokról a cselekvő nyomokról vagy jelekről, amik az életébe a hitet követnék. Vagy gondoljunk megint arra, amikor valaki, én is hiszek Istenben, én is imádkozom, nem lehet azt kívánni tőlem, hogy templomba is eljárjak, és mindenütt ott mozogjak, ahol a vallásos életet gyakorolják. A szívemben mondják az ilyenek, én is hívő ember vagyok, és eszembe se jut gyalázni, vagy megbántani Istent. Megint egy minimális, szívbéli ráhangolódást az isteni igazságra, és azután már is azt gondoljuk, hogy senkinek nem lehet ellenünk kifogása. Vagy gondoljunk csak magunkra, a mi életgyakorlatunkra, hogy ne keressünk távoli példákat. Ha már templomba járással, naponkénti imádkozással, olykori bibliaolvasással úgy gondoljuk, hogy régen eleget tettünk az Isten iránti vagy az egyház iránti kötelességeinknek, ugyan mit lehetne még tőlünk kívánni.
Pedig tudjuk, hogy a templomba járás is, az olykori imádkozás is milyen kevés ahhoz, amit lehet tenni Istenért, amivel meg lehet bizonyítani a hitünket, és ki lehet fejezni az elkötelezettségünket az Anyaszentegyház iránt. Mondom, sajnos ez a minimalizmus, a nagyon kevéssel is megelégedés jellemzője a mi mostani keresztény életünknek. Na ezután a hosszú bevezetés után térek rá az igére, és mindjárt azzal a megállapítással, hogy az első keresztényeket nem ez a minimalizmus jellemezte. Arról olvasunk ugyanis, hogy a jeruzsálemi gyülekezetbe híre ment azoknak az eseményeknek, amik Samáriában történtek, ahol Fülöp hirdette az evangéliumot olyan területen, amelyik vallásilag nagyon is vegyes volt, a zsidók se tartották a választott néphez tartozóknak a vegyes lakosságú Samáriát, még a jeruzsálemi templomba se jártak el, hanem a Garizim hegyén volt szent helyük, és ott imádták az Istent. Mondom, zsidó szempontból is egy nagyon elégtelen vallási érdeklődést és vallási cselekményt mutattak ezek a samáriaiak, és amikor Fülöp hirdette közöttük a Jézus Krisztust, akkor egymás után nyitották meg nem csak egyesek, nem csak családok, hanem falvak és városok a szívüket Jézus Krisztus előtt. És olyan diadal menete következett az evangéliumnak, amire még Judeában, tehát a leginkább zsidó hagyományokkal ékeskedő tartományban se volt példa. Hiszen Jézus Júdeáról és Galileáról mondotta azt, hogy nem tehet csodát a soraikban, mert nem hisznek ő benne. Mondom, Samáriában kitárták a szívüket az evangélium előtt, és boldogan fogadták Jézus Krisztust, a világ megváltóját, személyes megváltójuknak, és ott a Cselekedetek könyve leírása szerint egyik legnagyobb lelki ébredés ment végbe. Sokan hittek, városról városra és faluról falura. Na és ezek a hírek érkeztek meg Jeruzsálembe, az apostolokhoz, az első keresztény gyülekezetbe. És ott azt olvassuk, örömmel vették a hírt, hogy Samária befogadta az Isten igéjét. Tehát jó értesüléseik voltak az ottani lelki megmozdulásról, az ottani prédikálásnak az eredményeiről, és a samáriaiak Jézus Krisztus előtti meghódolásáról. Na de Jeruzsálemben nem az folyik ebből, hogy hát már Samáriában minden megtörtént. Nem azt mondják, hogy ennél több még Júdeában se nagyon történt, vagy Galileában, ami most Samáriában történik, azért nincs más dolgunk, mint igent mondani rá, hálát adni érte Istennek, és dicsérni az evangélium legújabb híveit. Az apostolok, a jeruzsálemi első keresztjének, amikor a híreket veszik, akkor akciót kezdenek. Újabb tanúkat küldenek ki Samáriába, mégpedig Pétert és Jánost, az apostolok között is legáldottabb bizonyságtevőket, és az ő szolgálatukkal akarják tovább segíteni a samáriaiakat. Mert Péter és János is azt állapítja meg, amikor megérkezik a nagy lelki megmozdulásoknak a színhelyére, hogy a samáriaiak még nem részesedtek a Szentlélek ajándékában, csak meg voltak keresztelve Jézus Krisztus nevére. És nyilván úgy látta Péter és János is,
és úgy látták a jeruzsálemi apostolok, a jeruzsálemi hívők, hogy enélkül nem teljes az ő keresztény életük, enélkül nem igazán erős az ő hitük. Szükségük van tovább segítésre, újabb prédikációk hallgatására és nagyobb áldásnak az elnyerésére. És Péter és János tovább hirdették Samáriában a Jézus Krisztust, a megfeszített és föltámadott Jézus Krisztust, és elmondták azt az ígéretét is, hogy az én atyám ígérete leszáll azokra, akik benne hisznek, és elküldi a Szent Lelkét azoknak, akiket elpecsételt a vele való közösségre. És ennek az ige hirdetésnek a tükrébe látják meg a samáriaiak is, hogy még félúton vannak. Még nem nyertek meg, nem hittek mindent, még nem részesültek minden áldásban és csodában, és megalázkodva vallják ezt a félúton létüket, az ő életüknek a hiányosságait az apostolok előtt, akik azután kézrátétellel hirdetik nekik Jézus Krisztusnak, a föltámadottnak legnagyobb ígéretét. Vegyetek Szent Lelket, és higgyétek az Isten teljes evangéliumát. És amikor Péter és János megáldották az evangéliummal, megáldották kezük rátételével a samáriaiakat, akkor áradt ki a Szentlélek ereje is a hívőkre, és történt mindaz, ami Jeruzsálemben, az első gyülekezetben is történt. Mondom, én nekem azt a gondolatot juttatta eszembe ez a történet, hogy nem szabad nekünk is olyan hamar megelégedni a legkevesebbel. Nem szabad éppen a hit dolgában, ami az embert a legnagyobb mértékben teheti gazdaggá, részesítheti áldásban, minimalistának lenni. Hanem ha valahol, akkor itt igazán jogosult a maximumnak, a legtöbbnek, a legnagyobbnak a kívánása, a legtöbbre és a legnagyobbra való törekvés. Éppen a hit dolgában. Mert hiszen mi hitben a hatalmas és gazdag Istennel kerülünk kapcsolatba. Hitben az érettünk keresztre ment és föltámadott Jézus Krisztussal kerülünk szoros közösségbe. Itt azután nagyon is szegényes az a hit, amelyik megelégszik a legcsekélyebb jelenlővel. Szinte csak pótlékaival az Isten ajándékának. És nem törekszik arra venni a legtöbbet, a legnagyobbat is. Legdrágább ajándékodért, könyörgök Istenem, így kezdődött a mai énekünk, amelyben a Szentlélek ajándékáért könyörög a gyülekezet. Hassa át a szívünket ez a vágy, részesedni Isten nagyobb ajándékában. Fűtsön bennünket a keresésnek a készsége, a több, a teljesebb után. És legyünk készek a szolgálatra, mások felé is, a nagyobb ajándék és a nagyobb áldás elnyerésére. A jeruzsálemi első hívőket és apostolokat a keresztény életben vallott maximalizmusa nem arra ösztönözte, hogy követeljenek meg egyre többet másoktól. Várjanak el egyre nagyobb dolgokat a távoli gyülekezetektől és hívektől, hanem ez a maximalizmus őket késztette nagyobb szolgálatra és nagyobb odaadásra. Őket késztette forró felelősségre azokért, akik már megtették az első lépéseket. És ezért következett belőle a szolgálatnak a kiterjesztése.
Nagy dolog volt, ami Fülöpnek a bizonyságtétele nyomán történt. De küldik most Pétert és Jánost. Nyilván fölrázta az álomból a lelkiismereteket Samáriában Fülöp bizonyságtétele. De hadd jöjjön most a gyógyító evangéliummal az első apostolok párja a szolgálatra. És ők tudták, hogy még telik az Isten gazdagságából, az Isten irgalmasságából a samáriaiak számára is, és ezért mentek az új üzenettel, a teljesebb evangéliummal. Vitték a nagyobb áldást, hogy segítsék előbbre, teljesebb hitre a samáriai hívő testvéreket. Fűtse a mi szívünket is ilyen felelősség egymás iránt. A templomban egymás mellett ülő gyülekezeti tagtársunk, tagtársak iránt. A gyülekezet dolgában buzgolkodó és szép munkát végző testvérek iránt. Érezzük meg, hogy még több telik az Isten gazdagságából, és még nagyobbat tud tenni velünk, mint amit eddig átéltünk. S fűtse a szívünket a vágy a több, a nagyobb és a teljesebb iránt. Telik számunkra is az Isten gazdagságából, és az ő kegyelmének nagyságából. Nem véletlen, hogy éppen a Szentlélek hiánya ösztönözte a jeruzsálemieket ilyen szolgálatra Samáriában. És Péter és János azért teszik meg az utat, és azért vállalják a szolgálatot, hogy éppen a Szentlélek ajándékában részesedjenek az új, friss hívők is. Talán a legjobban elfelejtett, a legkevésbé megkívánt jó téteménye Istennek, a mai keresztjének számára éppen a Szentléleknek az ajándéka. Ma sokkal inkább élünk a régi történeti eseményeknek az áldásából. A golgotai kereszt, a húsvéti üres sírnak a biztatásából és vigasztalásából. Mint ahogy tekintsünk előre az Isten frissen és ma adható ajándékára. Mint ahogy kívánnánk az Istennek bennünk lakozó, a mi szívünket betöltő és lépteinket, szavainkat irányító erejét. Pedig Isten ezt ígéri a benne hívőknek, azt, hogy mindenkor veletek vagyok a világ végezetéig, az éppen a Szentlélek elküldésében és a Szentlélek ajándékozásában teljesedik be. És Isten ma adott vezetése, ma adott lelki irányítása, bölcsessége, ma tapasztaltatott ereje tesz bennünket képessé arra, hogy igazán betöltsük küldetésünket, és megjárjuk az Istentől elénk adott szolgálatnak az útját. Ezért a többért, nagyobbért imádkoztunk ma az énekünkben, de töltse el a szívünket az imádság naponként is, ezért a jó téteményért. És érezzük csonkának, félutasnak a kereszténységünket, ha hiányát érezzük Isten személyes jelenlétének, az ő szent lelkének. És kívánjunk olyan gyülekezeti közösséget, olyan egyházi összetartozást, közöttünk hangzó olyan testvéri szolgálatot, olyan bizonyságtételt, hogy azon keresztül áradjon a Szentlélek ajándéka és ereje. Éppen az a kifejezés ennek az eseménynek, hogy az apostolok kézrátétele által árad ki a Szentlélek
a szamáriaiakra, mutatja azt, hogy ilyen összetartozásra, ennyire személyes találkozásra van szükség ahhoz, hogy a Szentlélek haladjon lélektől lélekig, terjedjen hívőről hívőre, és betöltse az egész gyülekezetet, az egész anyaszentegyházat. Ilyen összetartozás, ilyen szoros kapocs lesz a Szentlélek közvetítésének a csatornája, kiáradásának az útja a mai kereszténység életében is. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Merjünk hinni nagy dolgokat, és kérni nagy dolgokat Istentől, és álljunk szolgálatba ilyen nagy ajándékok közvetítésébe, nagy áldások továbbadásába. Isten nyilván megteszi azt, amit megtett Jeruzsálem és Samária között, mert azt akarja, hogy az ő népét eltöltse az ő lelke, és nyilvánvalóvá legyen bennük, szavaikban és szolgálatukban az ő ereje. Ámen. Imádkozzunk! Jézus Krisztusunk, áldunk téged, hogy te nem hagytad magára a te népedet, hanem ígéreted szerint elküldted szent lelkedet, és adtad minden hívőnek. Hisszük, hogy te ma is gazdag vagy jótéteményekben. Cselekedd a mai kereszténységgel, anyaszentegyházaddal is ezt a csodát, hogy a te lelked hatalmában legyen szíveket, betöltsön gyülekezeteket, és életet vigyen mindenütt oda, ahol téged kérnek és teréjád hagyatkoznak. Ámen.